Előre, ha. Felhőtlenül játszik ez a kislány a vadonatúj játszótéren Gerjenben. Az önkormányzat alig egy hete adta át a település központjában található közösségi teret a legkisebbeknek. A polgármesteri hivatal mellett korábban is játszótér állt, az átépítést a Jövőnk Energiája térségfejlesztési alapítvány finanszírozta közel 20 millió forint értékben. Korábban volt itt egy játszótér, szintén pályázati forrásból valósult meg, fajátékok voltak itt a területen megtalálhatók, de hát az idő megfogta gyakorlatilag ezeket a játékokat, és a cseréjük nagyon-nagyon aktuálissá vált, és ezért is örültünk a térségfejlesztési alapítványtól elnyert támogatásnak, és köszönjük a döntéshozóknak, hogy ők is fontosnak tartották azt, hogy egy ilyen kis településen, én azt mondhatom, hogy egy ilyen színvonalas játszóteret meg tudtunk építeni. A közösségi tér újragondolásakor arra is figyelt a településvezetés, hogy több korosztály is megtalálhassa a számára megfelelő játékot. A babamama hinta, a kalózhajó, a csúszdák és a többi eszköz mind a tartalmas időtöltést szolgálja. A település életében azt gondolom, egy ilyen játszótérnek az átadása az fontos, hiszen mi az elmúlt években azért törekedtünk arra, hogy a települést a lehető leginkább családbaráttá tudjuk varázsolni. Számtalan olyan intézkedésünk, beruházásunk volt, ami ezt támasztja alá, és azt gondolom, hogy ennek a folyamatnak a része, vagy egy jégköve lehet ennek a játszótérnek az átadása. A támogatást még 2019-ben nyerte el a gerjeni önkormányzat, a munkálatok a koronavírus járvány előtt kezdődtek, a kivitelezés egy hónapig tartott. A játszótér fertőtlenítéséről a településvezetés gondoskodik, az alapvető higiéniai szabályok betartása azonban már a szülők és a gyermekek feladata, tette hozzá Romhányi Károly.